Sziasztok! Az előző fotón látható sapka fekszik itt kiterítve előttem. Többet már nem horgolok hozzá, viszont még nincsen összevarva. Ez a bordás minta a színe, és ez pedig a visszája. A fonal, amiből készült, az a Himalaya Kashmir Lux fonala, ami 80% akril és 20% gyapjú, és a 100 g-ja az 510 méter, tehát egy viszonylag vékony fonalról beszélünk. 3,5 tűt ajánlanak horgoláshoz, de én végig 3-as tűvel horgoltam. Az alapmintából, vagyis ebből a bordás mintából, hogyha itt az alsó részt nézzük, és mondjuk egy ilyen részt számolunk egy minta sornak, akkor összesen 24-et horgoltam meg, tehát 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 54 szemből készítettem egy láncszemsort. Ugye ez úgy van beosztva, hogy 6-os csoportokra van osztva, tehát maga a minta is 6-os csoportokból áll, a minta az 7 6-os csoport, és akkor az elején, vagyis a sapka alján van 6 rövid pálca, a végén pedig 6 húszos szemből készült pálca, és így jön ki maga a sapka. És akkor most mutatom a mintát. Illetve előtte azért kicsit mérjünk is. A magassága az 20 cm, és akkor így pedig széltében azért egy kicsit így meghúzom, olyan 39-40 cm, és ugye itt fogom majd összevarni. Én itt a bemutatásnál is maradok a 6-os csoportnál, tehát úgy fog kinézni, hogy az elején 6 rövid pálca, a végén 6 húszosszem, és itt pedig 2 6-os csoport lesz a mintából, ugye összesen 24 láncszemből készítettem a sort. És ami még a lényeges, hogy mind a kúszószemnél, mind a rövid pálcánál, illetve az egyráhajtásos félpálcánál is, mindig a hátsó szába fogunk költeni. Ugye ez az alapsornál még annyira nem lényeges, de a továbbiakban fontos lesz. Tehát 24 láncszem van a tűm, és készítünk egy emelést, majd 6 rövid pálcát. És akkor jöjjön a minta. Készítsünk 6 kúszószemet. Ugye ez úgy készül, hogy beleöltünk a szembe, és mindjárt át is húzzuk a másikon. Négy, öt, és ez a hatodik. Következő 6-os csoport, az 6 egyráhajtásos félpálca lesz. Tehát ráhajtjuk a tűre a fonalat, beszúrunk a szembe, áthúzzuk, majd ezen a háromon, mind három szemen egyszerre áthúzzuk a fonalat. Tehát ráhajt, beszúr, áthúz, és mind három szemen egyszerre, vagy illetve szálon egyszerre áthúzzuk. És az utolsó. Ez is megvan. És akkor most jön a sapka csúcsa, ahol mindig 6 kúszószemet fogunk készíteni. Tehát
Itt az eleje és a vége sosem fog változni, mert itt mindig 6 kúszószem lesz, itt pedig mindig 6 rövid pálca. Egy láncem emelést készítünk, és fordulunk. Visszafelé ugyanezeket fogjuk horgolni a mintánál is, tehát, mint mondtam, itt egyébként sem változtatunk, mert itt jön a 6 kúszószem, és ugye a hátsó szába öltünk. Tehát nem úgy szúrjuk át, hogy ez alatt, mind a két szál alatt átszúrjuk, és úgy húzzuk át a fonalat, hanem kizárólag ebbe a hátsó szába szúrjuk bele, és így készítjük el. És ez volt a 6. Ugye itt volt a 6 darab egyráhajtásos félpálcánk, ide most ugyan így ezt fogjuk horgolni, de a hátsó szába. Tehát ráhajtjuk a tűre a fonalat, ide beöltjük, áthúzzuk, és utána mind a 3-an egyszerre. Ráhajt, és ez a 6. Megyünk tovább. Itt volt a 6 kúszószemünk, és itt is ugyanúgy kúszószemet öltünk, csak éppen ugye a hátsó szába. Ez néha nem olyan egyszerű. Az ilyen hátsó szálas horgoláshoz érdemes egyébként inkább olyan tűt használni, aminek egy kicsit csúcsosabb a vége. Ez most nem pont olyan, de ez akadt a kezembe. 4-6, jó, ez is megvan. És ez pedig itt már az utolsó 6-os részünk. Ugye itt rövid pálcákat horgoltunk, és azt mondtam, hogy mindig azt fogunk. Tehát most is az készül. 6 darab hátsó szába öltött rövid pálca. Továbbiakban ezt a hátsó szálat nem mondom már, mert mindig oda kell. És az utolsó. Egy emelés, és fordulunk. És most per pillanat így néz ki a mintán. És akkor folytassuk a 3. sorral. Ugye itt 6 rövid pálca készül. És itt most felcseréljük a minta részeit, ahol korábban kúszószemet öltöttünk, ott most egyráhajtásos félpálcát fogunk, és ahol pedig egyráhajtásos félpálcát, ott pedig kúszószemet. Ugye az eleje és a vége az marad ugyanaz. Tehát itt most egyráhajtásos félpálcákat kell öltenünk, mégpedig 6 darabot. A 6. És itt pedig 6 darab kúszószemet.
A vége pedig marad ugyanaz. 6 darab kúszószem. Egy emelés, fordulunk, és most jön a negyedik sor. Itt ugyanígy maradnak a kúszószemek. És ugye páros sor, tehát itt most ugyanazt horgoljuk, amit az előző sorban, kúszószemekre kúszószemet, az egyráhajtásos félpálcákra pedig az egyráhajtásos félpálcát. Úgyhogy itt most jön 6 darab kúszószem. És itt pedig a 6 darab egyráhajtásos fél. És itt pedig az utolsó hatos, ami rövid pálca lesz. Elkészült a 4 sor, és ezt a 4 sort kell végig ismételni. És ugye ezek itt azok a részek, amit mondtam, hogy ezeket megszámolva kell itt majd 24-et készíteni egymás mellett. És ez a sapkánk teteje, a rövidpálcás rész pedig az alja. És most visszatérek az összevarráshoz. Ugye ez a színe, itt hagytam az eldolgozásnál egy vastagabb fonalszálat, kell hozzá egy tű, és akkor így befordítva fogom összevarni. A szemközti oldalon, a másik szélen keressük meg, hogy melyik volt a legelső láncszem, és ezen így átöltve. Kezdjük összevarni. Majd jön a következő. És így haladjunk sorban az összes szemen és az összes szálon. De igazából bármelyik összevarrási technika, amelyik szimpatikus, bármelyiket használhatjátok. És akkor egészen idáig a sapka csúcsáig haladva. Mikor összevartuk az oldalát, akkor itt haladjunk tovább a felső részen, és minden sornál ebbe a szélső kis szálba öltsünk bele. Ezt fogjuk majd így felül összehúzni. És ha mindenhova beleöltöttünk, akkor, és összehúztuk, akkor csak egy ilyen nagyon picike lyuknak szabad itt maradnia. És hogyha még itt ezek után ide is beöltünk, akkor ezt is el tudjuk tüntetni. És itt tényleg nagyon jól össze lehet varni.
ugye, és már nem is látszik semmi. Menjünk itt egyszer-kétszer körbe, itt a szálak alatt, majd dolgozzuk el. Kössük meg, és rejtsük el itt ezt a belső szálat. És ha jól csináltuk, akkor nem is nagyon látszik, hogy hol van összevarva. Most igazából én sem nagyon találom. Ja, de igen, itt van összevarva. Hogyha szeretnétek, akkor tehettek rá bojtot is, de én ezt most anyukának csináltam, és hát azért ő már nem az a bojtos sapkás leányka. De remélem, hogy tetszeni fog neki. Próbáljátok ki ti is. Hát én végül is egy ilyen saját magam készítette gombocskát tettem a tetejére, és megmutatom nektek, hogy hogy készült, hát ha van, aki szeretné elkészíteni. Kell hozzá egy elem, ez körülbelül 1 cm átmérőjű, tehát azért esett erre a választásom. Aztán fogok egy vastagabb fonalat, ezt körülbelül 10-szer rátekerem. Aztán itt egy, ha nem is csomót készítek, de azért egy kicsit megkötöm, hogy ne csusszom mindjárt, ne essen mindjárt darabjaira, ha lehúzom róla. És lehúzom ezt az elemről. És ezt a fonalköteget fogom körbe-körbe horgolgatni rövid pálcákkal, de ezt már az eredeti fonallal. Ezt készíthettem volna ebből is, viszont mivel ilyen nagyon vékony, még holnap reggel is itt horgolgatnék, úgyhogy azért az alap a vastagabb fonal. És akkor most jöjjenek a rövid pálcák. Amikor itt egyszer a végére értem, akkor már nyugodtan le lehet vágni ezt a többi kilógó fonal véget, mert erre már nem lesz szükségünk, arra vigyázzuk, hogy nehogy azt vágjuk el, amiből horgolunk. Ezeket levágjuk. És egészen addig kell horgolgatnunk körbe-körbe, amíg itt ez a lyuk eltűnik. De már nem sok van. Még párat csinálok, aztán szerintem kész is. És most, ha megnézzük, akkor ez a másik oldala. Ami pedig így néz ki. Hát nem biztos, hogy elsőre, sőt, hát én most ezt másodszorra csináltam, szerintem az első az jobban sikerült, de azért ez egy vékony fonal, tehát ebből sokkal nehezebb szerintem ezt megcsinálni nagyon szépre, mint egy kicsit vastagabb fonallal, de próbáljátok meg. És miután kész vagyunk vele, itt elvágjuk, mondjuk hagyjunk egy vastagabb szálat, és akkor egy tűvel simán fel lehet varni a sapkára, vagy bármire. Úgyhogy ennyi.